Szeretettel köszöntöm a nézőket. A következő adásban a saját partimat szeretném bemutatni. Az előző Murphy partihoz képest 166 évet ugrunk, és ezt most játszottam idén, 2024-ben a Szuperligában. Egy nagyon érdekes parti volt, egy fiatal tehetséges ifjú ellen játszottam, és E4 elnyitott. Jól fel volt készülve. Én a E5 mellett döntöttem, néha játszok károkánt is C6-tal, de most úgy döntöttem, hogy inkább E4 E5-öt játszanék. Huszár F3, huszár F6. Itt világos nagyon sok irányba elmehet lehetséges futó C4, ugye az olasz megnyitás futó B5, nagyon sok cseljáték is van, D4-et lépett, ezt hívjuk skót megnyitásnak. E5-i D4 érkezett, huszár F5-i D4. És itt huszár F6-ot léptem, ugye ez a fő változat. Itt leütött világos C6-ra, B5-i C6. Itt nagyon sokan lépnek E5-öt, az az egyik fő változat, de most egy nagyon divatos változat lett a huszár D2. Erre már volt egy partim, ott nem annyira pontosan reagáltam le, és D5-öt léptem. Itt már futó C5-öt sikerült lépnem. Huszár B3 jött, és akkor itt van egy érdekes folytatás huszár üti E4-jel, de nem voltam benne biztos, hogy egy jól felkészült ellenfél ellen ezt be kéne kockáztatnom, hogy ő majd tovább fogja tudni a varit, mint én. A futópát leadtad volna, ugye? Igen, futópát leadtam volna, meg nagyon sok kritikus és éles változat van ott. Tehát inkább amellett döntöttem, hogy futó B6-ot lépek. Ami a partinak a különlegessége, hogy itt még az ellenfelem nagyon fel volt készülve E5 után, én viszont már semmit nem tudtam az állásról, tehát magamtól kellett kitalálnom, és igen, ez eléggé kemény feladatnak bizonyult. Ugye, hogyha már így játszottam futó B6-tal, akkor az egyetlen értelmes lépés, amit itt meg tudott tenni, ez huszár E4 volt, hiszen most támadom az F2 gyalogot. Itt jött egy vezér G4. Hogyha világos megvédeni az F2 gyalogot, akkor azzal tempót veszítene, meg nem is igazán tudja értelmes módon megvédeni. Igen. Tehát ugye ez már alapból tempót veszített. A futó E3 nem jön számításba. Ugye? Igen, tehát ugye ez a szerkezet. Futó E3-ot számolt, leütött. Hát ugye ez nagyon még rossz szerkezet. Még a vezér H4 is ugye eléggé. Igen, ezt még érdemes megmutatni. Hogy itt ugye ilyenek számításban jönnek, hogy most ez kötésben van, és igazán. Nagy előny sötétben. Igen, ez lényegileg már nyert álláshoz vezetett volna. De hát itt ugye már még az ellenfelem tudta a helyes folytatást, hiszen erre volt még egy Motilev parti, ő egy nagyon neves nagymester, és igaz egy rövid játszmában, tehát egy blitz játszmában rosszul folytatta, huszár üti F2-vel, nem volt túl sok ideje kigondolni, gondolom ő se ismerte a megnyitást. Ennek az lenne a hibája, hogy világos bejutna G7-re, támadva a H8 bástyánkat, és most nagyon nincs jó lépés, mert ugye ezt nem akarjuk odaadni, és hogyha elvisszük, akkor megjön a világos futó a játékba. Futó G5-tel, vagy futó H6-tal is. Mind a kettő igazából nyeréshez vezetett volna. Ettől nem értél meg nagyon sok ettől a vezér G4-től, mert ez egy kicsikét meglepő lépés volt, azt gondolom, hogy kirohan az ellenfél a vezérével, és a G7 gyalogot nem tudjuk igazából jól megvédeni. Ugye ez egy kettős támadás nyilvánvalóan, ugye lóg a G7 gyalog a sötét részéről, meg a E4 huszár is hasonlóképpen. Igen, igazából mire kiszámoltam az egész változatot, ami az újításhoz vezetett, és meglepte az ellenfelemet, az 40 percen bekerült, tehát ez alatt megállt bennem egy-kétszer az ütő, hogy valamit ugye elszámolok, hogyha valami rossz változatot számolnék, akkor az a partimba kerülne. Igen. De szerencsére jól sikerült kiszámolnom, leütöttem F2-re sakra. Itt világos csak D1-re mehet, hiszen király E2 az sötétnek plusz lehetőségeket biztosít, ugye, futó A6 sakkot is hosszú távon, de most szerintem D5-tel kéne folytatni. Még vezér H4 is fennállhat egy lehetőségként. Tehát ide a királyt a futó elé nem érdemes tenni. Igen, nem tud kifejlődni később. Sokkal nagyobb biztonságban van D1-en, igen. És akkor itt D5. Itt az ellenfelem még mindig ismerte a megnyitást.
És ugye most támadja a vezért a futó, tehát most leütött G7-re, és itt jött az, amit már nem ismert az ellenfelem. Itt bástya F8-ra, ami egy normális lépés lenne, futó H6-ot lépne, támadva a bástyámat, és ezt most értelmesen nem tudom megvédeni, tehát be kell áldoznom vezérel héttel, és akkor itt ugye leütik, leüt. Egy minőség előnyel, amire most kényelmesen áll, ugye? Egy gyalogot kapunk érte, de az általában nem szokott elég menni. Igen, valószínűleg valami kompenzációm lett volna, de valószínűleg nem elegendő ahhoz, hogy tartson az állást. Itt egy nagyon érdekeset lépett a zsóka, nem tudom, a kedves nézők kitalálnák-e ebben a pillanatban, mert tényleg úgy tűnik nekem első pillanatban, mintha a sötéte kritikus lenne az állása ezek miatt, és itt egy meglepő lépés lépett a zsóka, de erős lépés. Igen, ami ugye kényelmetlen volt, hogy ezt már látni kellett előre, tehát ezt futőti F2 előtt, mert hogyha ez nincs, akkor nem állnék jól. Tehát itt király E7 érkezett, megvédve a bástyát, és akkor itt látni kell, hogy semmi nem működik világosnak, mert most futó G5 sakka, hogy érkezett is a parti. Tehát támadása nagyon nincs, azért persze veszélyesen néz ki, hogy a királyommal kirohantam E7-re, viszont az ő királya is veszélyben van, D1-en. Most ugye bástya G8-ak, vagy vezér G8-ak fenyegethetnek. Bár csak G8 után a futó G4 is. Futó G4 is már számításban jön, tehát futó G5 csak ez a legjobb folytatás is volt. Itt király E7 után az ellenfelem fel is vonta a szemöldökét, hogy mi volt ez a lépés, ezt szerintem pont nem elemezte ki. Meglepő volt ez a... Ez a király E7 az olyan meglepő lehetett, mint amikor te kaptad vezér G4-et. Igen. Kicsit visszaadtad a meglepést. Mindenkiben megállt az ütőben a parti közben. Így le kellett ütni a futót, nyilván, mert... Igen, mert ugye vezért vesztettünk volna. Itt ugye világosnak kettő lehetősége is van. Az egyik az, hogy vezér F6 csak ez lett volna a jobb választás. Ugye itt egy helyre emeltek csak, mert király E8-ra, lóg a H8 bástyám. Ugye vezér már nem védi, tehát csak D7-re megyek, ami egy nagyon furcsa hely, viszont működik. Ugye világosnak az volt az eszméje, hogy leüti az F2 futómat, és most már nincs futópárom, és fontos megjegyezni, hogy ez az F2 futó, ez egy nagyon jó figura, hiszen a B3 lónak itt van ez a nagyon fontos C5 mező, meg D4 mező, és ez a futó ez elveszi ezeket a mezőket. 20 C5 fenyegetett volna utána. Igen. És itt még számoltam, láttam azt, hogy huszár E4 következnek, kivédve a huszár C5-öt. Elsőre egy kicsit furának tűnhet, viszont, hogy ugye lóg az F7 gyalog, viszont vezére hitel közben húzunk, és itt látni kell, hogy sötét jól áll, hiszen kompenzációja van, és az E5 gyalog az nagyon gyenge lesz. Itt még ennyit érdemes számolni, egy E6 sakk, és akkor visszavonultunk a királlyal. És akkor ez egy jó állást eredményezett volna sötétnek. Előbb-utóbb az E6 gyalog leesett volna. Ez leesett volna, igen, és az E4 huszár viszont nagyon erős. Fenyegetünk később huszár F2 sakk más csávot. Igen. De világos nem így játszott. Nem, amikor kialakult ugye ez az állás, futógiat csak, akkor ugye ezt leütöttem. És a második lehetőség, ami legalább ennyire logikus volt, mint ez a vezérsak, az a vezérdi gírt volt, visszaütni a huszát. Viszont itt már én nem vagyok köteles D7-re menni a királlyal, ami egy nagyon rossz mező lenne. És itt van egy taktika is, amit a kedves nézők meg is találhattak, ugye egy vezérfőcsak. És kettős támadás. Tehát itt ugye E8-ra kell mennem. Állásértékelés szempontjából hát ez nagyon bonyolult állás, hiszen nem tud egyikünk se sáncolni már. Annyi előnyöm van, hogy ugye a futópárom megmaradt. Viszont az ellenfél vezére az nagyon veszélyes, ugye, ahogy vissza is jött. Viszont ez az állás jó lett volna nekem. A futópár miatt valószínűleg. Igen, az előtt gyalog is gyenge, ez utóbb nehezen védhető, mert a sötét mezőn van, igen. Nem lehet hosszú távon megvédeni. Tehát most világos visszajött megtámadni a bástyámat. Ugye most már nem kényszerülök rá a király E7 lépésre, hiszen már bástya F8 után, hogy az előbb világosnak volt a C1-en egy futója, futó H6 lehetséges volt. Viszont most, hogy már lecseréltük azt a C1 futót,
így már meg tudom lépni, és nem lehet még egyszer megtámadni a bástyámat. Itt világos belekeveredett egy kicsit a megnyitási készülésébe. Igaz, tudta, hogy már ez nincs benne a jegyzetébe, de úgy emlékezett, hogy valamelyik variba ez a gyalog, ez logis jó leütni, nem ez az állás volt. Itt világossal valószínűleg futó D3, fejlődő lépés, mindig fontos, hogy fejlődjünk. Futó D3, ez egy nagyon logikus folytatás lett volna, és akkor a bonyodalmak folytatódnak vezér H4 után. Ugye kihozzuk a vezérünket, ez is nagyon fontos, hogy fejlődjünk, megfenyegetjük az ellenfelet, hogy esetleges futó G4. Igen, nem tud jó helyre elmenni. Igen. És akkor itt következett helyette a vezérű DH7, ez, ugye, ami hibának számít. Ez már egy komoly hiba volt, igen. Egy olyan gyalogot leült, aminek nagyon sok jelentősége később nem lesz, és az, hogy nincsen kifejlődve, nagyon nagy hátránynak számít ebben az állásban. Igen. Itt ugye kiengedi a vezéremet egy nagyon jó helyre, ide G5-re. A világos királyt korlátozza, tehát most már egy úgymond mathálóban van benne a király. Ha megnézzük, ez a futó nem lenne, akkor egy futógéni, ez már egy mot lenne. Tehát most még pont közbe tud húzni fehér, de ez már tényleg hajszál híján. Ez egy mat. Itt azt lehet megfigyelni, itt a negyedhetes zsoka, hogy a sötét mezőkön vannak a világosnak gondjai. Ugye neked van egy sötét színű futód, mindenki nincsen sötét színű futója, és a sötét színű mezők azok kritikusak a világos állásában, gondolok leginkább az E3-ra, a D2-re, meg a C1-pontra. Igen. Ez fontos. Ugye jött itt vissza a vezér. Vezér D3 érkezett, ez logikus, hogy ugye visszahozza a vezért. Itt nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit lenne érdemes lépni. Ugye, ahogy már említettem is az előző adásban, fontos, hogy a támadáshoz figurákat hozzunk. Ezért mondjuk egy futogénik sok a számításban jön, de ugye futó E2-vel közbehúznak, ez nem annyira érdemes meglépni. Futó F5 is egy érdekes folytatás, támadva a vezért, viszont itt is ugye vezér C3-mal csak odébb lép a vezér. Tehát a futót még én itt tartanám, és még ami egy logikus folytatás lett volna, ugye ha megszámoljuk a gyalogokat, a gyalog hátrányunk van, tehát visszaütni ezt a gyalogot, viszont ez ugye tempót veszített, és az E-vonalba, tehát itt magunkra nyitjuk a királyt, az állást, és a királyunk védtelen lehet. Ezen az E-vonalon itt motivumok állhatnak fenn, például ez egy vezérnyerés lenne, nyilván nem szabályos, de egyszer lehet, hogy probléma lesz, tehát ezt a gyalogot se ütöttem le. Nem akart egy időt veszíteni, igen, azzal, inkább támadásra játszottam. Igen, ez még fontos, és hoztam egy figurámat, bástya B8-al. Érdemes figyelembe venni világos tervét, hiszen ló D2-vel vissza szeretne hozni egy figurát, akadályozva a vezér fenyegetéseket és király C1 megszámításba jöhet, illetve Huszár F3 is egy fenyegetés lehet, tehát bástya B8 ezt az egészet kivédi. Akadályozta a Huszár D2-t? Igen, hiszen jól látni, hogy Huszár D2-re lóg a B2 gyalog. És bástya B8 még fenntart olyan fenyegetéseket is, hogy bástya B4, és innen hozzuk be a bástyát E4-re, és utána már, amit említettem, futó G4 számításba jöhet, és ez egy szép, egész szép lépés volt. Itt világos, egy nagyon logikusat lépett, vezér C3 jött, ugye rátámadva a C6 gyalogomra. Mellékesen megvédte az E5 gyalogot? Mellékesen igen, az E5 gyalogot is megvédte. Itt léptem egy C5-öt, ami szintén nagyon logikus volt, ugye most már futó visszavédi a gyalogot. Ennek ellenére lehetséges. Ha leütötték volna, akkor itt léptem volna? Igen, itt ugye futó G4-sak, és hogyha futó E2, akkor ezt leütöm. Királyüt E2-re, vezérüti G2, ezt lóg. És most nagyon érdekes, én a parti közben számoltam ezt az állást, és ugye most ez egy felfedés, az F2 futó, hogyha ellép, ugye ez egy sakk lenne, akár D4-re is, ugye? Akár D4-re is, ez vezért nyerne, igen. Vagy ez meg egy lovat. Egy felfedett támadás. És most világos nem tud jól ellépni a királlyal. Ha D1-re megy, akkor a H1 bástya lóg, ha D3-ra, akkor beadok egy sakkot, és ugye ez a C5 ló még mindig a levegőben lóg, hiszen csak egy vezér védi. És a cserék után leesik hozzád. És ez leesne. Ugye ezt láttam, tehát
És az ellenfél nem tette le azt Tehát a célt. az ellenfél is ilyen minden csali bizonyára gyalogot, látta, amit, igen. Csali gyalogot, amit uradobtál, ugye? Igen. És itt meglépte szerintem az utolsó esélyét. Igen. Ugye Huszár D2-vel, hogy visszahozza a lovát. Mert azt gondolom, ez, meg, ez rosszabb állás volt, ugye lényegesen, ez... világosan nehéz ebben a pillanatban jót lépni, eléggé sok irányból támadod a világos királyát, ugye, és elég nehéz ilyenkor jól dönteni. Igen, ez egy közelvesztő ellens, hiszen bástyáit nem tudja behozni a védelembe világos, és a futóim, meg a vezér, meg akár ez a B8 bástya is nagyon erősek. Ugye kifejlődni se tud a futóval, mert a G2 dolga. Igen. Itt mit gondolsz, hogy mi lett volna esetleg, ami a legtöbb esélyt adta volna? Szerintem az, amit lépett, az egész sok esélyt adott neki. Viszont az állás az már világosan veszít. Igen. Még itt lehet, hogy talán a G3 lépés lett volna valamennyire logikus, talán nem. Valamiképpen a G2 pontot így megvédje, és hogy a futóval valamiképpen ki tud fejlődni, akkor talán... Igen, G3 az egy kifejezetten érdekes lépés lett volna, itt sok minden számításban, ugye... Itt lehet, hogy beadod a sarkot, nem futó G4. Igen. A futó G4, valami futó E2, igen. Valószínűleg le kell cserélni. És akkor le is cserélhetem, igen. Fennállnak C4-es fenyegetések, mondjuk most meg lehet, hogy nem működik. Igen, ez egy érdekes állást eredményezett volna még, vagyis jobb esélyeket a legszívósabb talán, ugye? Igen, ez lett volna a legszívósabb. Viszont Huszár D2 érkezett. Ugye ez ennek a hátulütője, ennek a lépésnek, hogy a D4 mezőt azt már nem védi a Huszár, mint itt. Most jön össze, hogy ez a futó pársa B8 milyen jó lépés ez volt, ugye? Futó D4, ez egy szép kettős támadás. Igen. Lehet látni, támadjuk ugye a vezért, és a B2 gyalogot is, ugye? Igen. Most a vezérrel A5-re ment, ami a legjobb esélyt adta neki, már ebben az állásban, hiszen támadja a C7 gyalogomat, ami már elég közel van a királyomhoz, tehát ott már vigyázni kell az örök sakkos motívumokra, és az A7 gyalogomat is támadja. Tehát itt számoltam, és arra jutottam, hogy futó G4 sakkot be kéne adnom, és ezt láttam a legtisztább nyerésnek. Itt több nyerés is valószínűleg van, viszont emberi partiban nagyon fontos, hogy a legtisztábbat, a legegyszerűbbet válasszuk ki egy ellenállásba. És én ezt láttam a legtisztábbnak, vagy leütöm. Ugye erre világosnak megint egyetlen lépése van. Megtámadom a gyalogot. Itt is ugye ezt a gyalogot valahogyan meg kell védeni, és mivel a vezér nagyon kívül van a játékból. Ugye egy kettős támadás fenyeget vezérült F3-ot. Vezérült F3-ot, igen. Futó E2-t kell lépni. És itt, ahogy előbb is említettem, fontos, hogy hozzunk még egy figurát a játékba, ugye ez a bástya nem játszik, tehát ezt is hoztam. Most fennállnak olyan fenyegetések, hogy bástya G1 sakk, és ugye, hogyha ezt lecserélnénk, akkor a végén log az A1 bástya, plusz még itt ilyen mattokkal is fenyegetünk futó E3-mal például. A másik fenyegetés az, hogy betörünk G2-re a bástyával, és ezt a védő futót eltávolítjuk. Itt jött bástya E1, ami nagyon logikus volt, és ez egy fenyegetést is létrehozott világossal. Ilyen felfedett támadás fenyeget. Igen, most ugye ez az elugrás fenyeget utóbbi egy sakkal, ez egy sakk, és lóg a vezér. Nagyon kell figyelni. Erre kellett figyelni, és most összekötöttem a két problémát, hogy ugye ez fenyeget, meg fenyeget az is, hogy leütik a C7 gyalogot. Tehát király D8-al kiléptem, sötét mezőre, tehát ez a futó, ez már többet nem fog úgy elugrani, hogy sakkot adjon a királyomnak. Szép lépés. Köszönöm. És világosnak még mindig ott volt ez a fenyegetése, hogy ugye leüti ezt a gyalogot, viszont ezt már király D8-nál látni kellett, lóg a bástya. Most ugye nekem le kell ütnöm ezt a gyalogot, ami látszólag nem annyira néz ki jól, viszont vezér A8 sakk, király E7, és itt ez eddig meg is érkezett, viszont itt vezér G8 az már azonnal veszítene világossal, hiszen érkezik futó C3, és ugye most matt fenyeget, nem lehet világossal kivédeni a mattot. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy nincsen sakkja világosnak, itt is leütjük, és ide nem ér el a vezér. Még világosnak egyetlen egy esélye maradt fenn,
hogy beáldozza a vezért. Ez egyébként majdnem, hogy működik. És ugye itt az lenne a lényeg, hogy amint előbb említettem, itt van egy felfedett sakk. Ezt leütnénk. És akkor itt bástyűti E3-ra. Úgy néz ki, hogy világos, jól áll, hiszen van egy minőség előnye, viszont az agybástyú az visszalógott. És akkor ez egy tisztelőnyt eredményezett volna, ami azon, ha megnyeri a partit. Ez szép változat, igen. Igen, ugye ezt már a király D8-nál látni kellett. Hiszen anélkül, ez, hogyha nem működik ez a változat, akkor sötét bajba is kerülhetne. Talán itt érdemes még egyszer elmondani azt, hogy a sötét mezőknek a gyengesége az nagyon, nagyon fontos volt, hogy nem tudta támadni a D2, tehát a vezér D2-en fényegez később futó C3 után, neki pedig nincsen sötét színű futója, akkor a pontokat nem tudja visszavédeni. Igen, azért mindent megváltozna, hogyha világosnak lenne egy sötét mezői futója. Célfutója már mindent összevédene, és világos nagyobb biztonságban lenne. Még itt érdemes azt elmondani, hogy ilyen állásokban, amikor ellentétes színű futók vannak, ugye ahogy most látjuk, hogy világosnak világos színű, sötétnek sötét színű futója van, akkor gyakori az a mondás, hogy az a játékos szokott általában nyerni, aki gyorsabban, tehát kevesebb lépésszámban meg tudja támadni az ellenfél királyát. Ugye éppen ezért, mert hiába van a világosnak ugyanúgy egy futója, mint a sötétnek, de a sötét színű mezőket a világos színű futóval nem tudja visszaellőzni. Igen. Igen, támadásnál fontos, hogy ellentétes színű futó, azok a támadó félnek kedveznek, és a tempók nagyon fontosak, hogy minél gyorsabban érkezzünk, és nem az anyag számít. Kiléptem a királlyal E7-re, és jött egy vezér, ahogy megtámadva a C7 gyalogomat. Igen, fontos, hogy ugye futó C3-ra most ezt leütné, és ez már egy örökös sakkot eredményezne sajnos. Tehát erre még figyelni kellett. És itt a komputer gyorsabb nyerésnek mondja bástyú B8-at. De viszont én a biztos bástyú B6-nál maradtam, ahogy ugye már ezt említettem, fontos, hogy ilyenkor gyakorlati partiba a legegyszerűbb és legtisztább nyerést válasszuk. Tehát rá kacsintotta a bástyára nyilván. Igen, tehát most ugye lóg a bástyú, fenyeget futó C3. Futó C3, és a megvétel a C7 pontot is a bástyú B6-tal. Igen. Most jött vezér A7, és az előbb, amikor itt örökös sakk lett volna, futó C3, ahogy említettem, ez rossz, ugye sakk. És itt az F6 mező, az egy kulcsmező. Enélkül ugye nem lenne örökös sakk. Viszont ezzel a bástyú B6 lépéssel megvédtem vízszintesen. Tehát most vezér a hétre már lehetséges volt az, amit meg is léptem, hogy futó E3. Ezzel mattal fenyegetünk. És ez vezér D2 mattal fenyeget. Igen, ez már ugye mattal fenyeget. Tehát itt megint az anyag nem számít, hogyha leütik vezér üti C7, király F8. Itt nem számít, hogyha leütik a bástyánkat, hiszen azonnal mattot adtunk D2-n. És akkor itt azt kellett látni, hogy vezér D8, király G7, nincsen F6-on sok. Bástya B6 miatt nem tudná F6-on adni sakkot. Igen, ugye G5-ön is leütnénk a vezért. Tehát nincsen sok. Bástya G1-et is ugye fogja a vezet. Tehát vezérüti D5-öt lépett az ellenfelem. Ezzel megvédte pillanatig a mattot. Megvédte a mattot. Viszont ugye itt jön a másik hátulütő, hogy lóg ez a bástya, igen. És most egy újabb fenyegetést hoztunk létre, az az, hogy itt adunk egy mattot B1-en. Igazából nem is védhető, jó? Ami nem is védhető. És akkor itt az ellenfelem korrekt módon beadatta a mattot, és futó D3-at lépett, és akkor itt beadtam a mattot. Szép matkép. Köszönöm partkép. Szépen. Úgyhogy ez egy érdekes parti volt, meg szerintem egész tanulságos is, hogy hozni kell a figurákat. Gratulálom, Zsóker, szuper parti. Köszönöm. Szuper.